Egymás után szálltak le a buszokról a diákok a Bácsvíz ZRT 2-es számú vízműtelepén ma reggel. A gyerekek a tavaszi vízvilágnapi esemény pótrendezvényére érkeztek. Az üzemlátogatáson közel 600-an vehettek részt. Ennek a nyílt napnak az elsődleges célja az, hogy a fiatalságot, a diákokat, a gyerekeket egy kicsit megismertessük a mi tevékenységünkkel, megismertessük azzal, hogy milyen formában jutnak hozzá napi szinten az ivóvízhez, és hogy ez mekkora értéket képvisel. A 70 éves Bácsvíz ZRT-nek és munkatársainak a vízvilágnapja az egyik legfontosabb szakmai ünnep. Már 1994 óta rendezik meg nyílt napjaikat, hogy megmutassák a gyerekeknek, milyen utat jár be a víz, mire a poharukig ér. Minden évben van a vízvilágnapjának egy szlogenje. Az idei évben a szlogen az, hogy a víz érték, becsüld meg. Ugye mindig ezt a gondolatot próbálja célozni minden évben egy új szlogen, hogy vigyázzunk erre az értékre, környezetünkre, és próbáljunk megtenni mindent azért, hogy ez minél tovább a rendelkezésünkre álljon. A Bácsvíz ZRT szakemberei éppen ezért mindent megmutattak a fiataloknak a telephelyen, bemutatták azokat a szivattyúkat és szűrőberendezéseket is, amik nélkül nem lenne minőségi a csapvíz. A vízvilágnapi nyílt napról bővebb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban.